Vannak már boldogság órák az óvodásoknak, meg a kisiskolásoknak, amelyek azt ígérik, hogy személyiségfejlesztő játékokkal a boldogságra való képességet fejlesztik iskolai óra keretében. Na, ez az, amivel dr. Gyarmati Éva, klinikai és nevelés lélektani szakpszichológus egyáltalán nem ért egyet, ugye? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mi a baj a boldogság órákkal? Annyi mindent lehetne még órán tanítani, tehát ez nem egy külön tanórára való anyag, hogy boldogságra tanítjuk a gyerekeket. Sokkal jobb lenne, hogyha ahelyett, hogy na most akkor legyen boldog a gyerek így és így, hagynánk, hogy boldog legyen. Tehát a boldogság az egy következmény. Az nem lehet, most akkor megtanulom tankönyvből, hogy kell boldognak lenni, hanem egyszerűen a körülmények. Egyébként a probléma az, hogy senki se tudja igazából, hogy mi ez a boldogság. Tehát nem tudjuk meghatározni szakmailag, illetve sokféleképpen meghatározzuk. Az biztos, hogy a gyerekeknek például egy csomó örömöt kéne átélni ahhoz, hogy boldog gyerekkoruk legyen. Ez szerintem sokkal jobb út, és hogyha már valamire költünk, akkor én arra költenék, hogy minél több olyan oktatási helyzet legyen, ahol ezek a gyerekek például játszhatnak. Mert hogy az öröm, pontosan tudjuk. Itt játékos feladatokat ígérnek a könyvkészítői. Igen, és egyébként teljesen jó lenne, ha mindaz, ami most egy külön órán van, az minden órán, tehát minden órának kéne boldog órának lenni. Mert a gyerek ott szenved 30 órán, stresszer keményen, tehát iszonyú stressz. Sorra jönnek ki a kimutatások, hogy a gyerekek hogy mennek tönkre az iskolai összenemillésbe, mert egyszerűen a gyerekek nem illenek ehhez az iskolához, és akkor most úgy csinálunk, mintha azzal megoldható lenne, hogy akkor boldogság óra. Most büdös kölök, most már legyen boldog, mert megtanulta, vagy nem tanulta meg jól a leckét, és mire föl nem boldog. Uh-huh. Tehát ez így a felelősség átnyomása amellett, hogy hatalmas nagy becsapás, mert kívülre úgy csinálunk, mintha egy problémát megoldottunk volna. Aki ismer engem, azt szerintem pontosan tudhatja rólam, hogy nem mindig értek egyet azzal, amit nekem valaki mond valamiről, valamivel ezzel kapcsolatban. Ezzel vagyunk így egy páran. Tudom, de hogy én ennek hangot is szoktam adni, és egyébként nem értek egyet önnel. De persze ezt most nem az én dolgom, hogy most egyetértek vagy nem. És elmondom, hogy miért. Azért, mert tudja, valami olyan jelenségről, valami olyan érzetről beszélünk, amit néha önmagunknak sem akarunk, tudunk, vagy gondolunk bevallani. Hányszor tetszük föl, szakemberekkel beszélgetünk, milyen az élete, mesélünk. Van új autó, van új lakás, van új nyaraló. Van gyerek, kutya, minden. Oké. És akkor jön egy kérdés, hogy amúgy boldog? És hány ember mondja azt egyébként, hogy nem? Van minden, és nem. És egy kisgyereknél nem kellene tényleg rávezetni pont a piciket? Ez az óra nem alkalmas arra, hogy megtanítsák őket arra, hogy tényleg amit ők éreznek, az egy öröm, az csak egy valami, vagy tényleg boldogok-e? Könyörgöm, hát most akarjuk a többi tantárgyban is leépíteni azt, hogy tankönyvből, tehát ez a tudni, hiába mondunk el valakinek az, hogy tudjuk a tankönyvből szabályokat. Tankönyvből nem lehet, az nem biztos, lehet. De rávezetni, hogy Emília is mondta, ilyen játékokkal, feladatokkal, szituációs helyzetgyakorlatokkal. Mondok egy példát, belelapoztam ebbe a könyvbe, és van benne egy olyan feladat, hogy hálaköveket kell gyűjteni, és azt odaadni mondjuk azoknak a társaknak, tanároknak, akiknek valamiért hálás lehet az adott kicsi. Igen. Ilyen feladat, ez sem működik? De most arról beszélünk, hogy most ezek a feladatok jók-e vagy nem. Nem, maga a megoldás nem jó. Tehát, hogy ezek, és tele vagyunk ilyesmivel, amikor, na, tulajdonképpen a részletei jók, csak az egész úgy, ahogy van. Tehát maga a rendszer nem működik úgy, hogy a gyerekeknek most külön órán tanítjuk a boldogságot. Egy csomó mindent nem tudnak még, nem tudnak játszani. Most akkor tanítsuk meg őket külön játszani. Nem ez a megoldás. Hanem, hogy az egész iskola arról szól, hogy teljesen természetes, hogy nem bántjuk a gyerekeket. Mire legyen hálás? Most oké, hálás egy kicsit, de közben szivatják a gyerekeket a különböző dolgozatokkal, osztályzatokkal, rengeteg tananyaggal, ami nem neki való. Tehát fals, nem igaz, hogy ő tudja megoldani a problémát, vagyis ráteszünk még egy terhet a gyerekekre, hogy miért nem voltál hálás? Jézusom, nem voltam hálás, de hát én úgy érzem magamat, hogy nem érzem magam boldognak. Akkor valami baj van velem, tehát egy újabb teher lesz amellett, hogy még egy órát ülnek be, így is már tananyagcsökkentést szeretnénk. Hogyha egyébként minden más tananyagot leépítünk, és marad a boldogságóra, oké, legyen.
Tehát, hogy akkor többit hagyjuk, menjenek, kurkászanak a világban, játszanak, próbáljanak ki dolgokat, legyen de Éva, tapasztalat. Önmagában az, hogy van egy ilyen óra, hogy boldogságóra, az tényleg valamit aláás? Tehát, hogy ez tényleg, vagy akkor mondja azt, hogy hol lehetne, milyen keretek között mélyíteni azt, hogy egy gyerek, mondjuk egy kisgyerek, vagy egy óvis is felismerje magában azt, hogy ő most boldog, vagy nem boldog. Azért maradjunk abban, hogy az ember azért felismeri azt, hogy boldog. Tehát, hogy miért ne ismerné föl? Tehát azt gondoljuk, hogy mindent mit csinálunk. Ez a, nagyon ez a paternalista szemlélet mindenhol ott van, hogy én fogom megoldani, majd megmondom neked, a hogy... Gyerek kell, szembenézel magával, és gyerek mondja, hogy ő nem boldog? Boldog lenni. Hogyha olyanok a körülmények, ez teljesen természetes, de mikor látja a szüleit, hazajönnek lógó arccal, próbál valamit tenni, nem, és akkor nap mint nap szembesül a kudarcokkal, és Jézusom, most kéne boldog lenni, most hogy legyek boldog? És akkor most csak azokról a gyerekekről beszéltünk, akik viszonylag jó helyzetben vannak. De ne beszéljünk ugye akkor külön még azokról, akik iszonyú hátrányos helyzetben, most már ugye nagyjából a gyerekek 20%-a él olyan körülmények között, mint csak 20%-ot mondom, kimutatások simán 30-40, attól függ, hol húzzuk meg a határt. De ha csak a 20%-át nézzük, rettenet. Vagy ott vannak azok a gyerekek, akik mindenféle betűjeleket kapnak, hogy miért nem felelnek meg az iskolának. Nap mint nap ott van a kudarc, és nem kap semmi segítséget, mert a pedagógus nem ér rá, fejlesztő pedagógus nincsen, ha van, akkor annyian vannak, sokkal inkább azzal kéne foglalkozni, hogy tudnak ma jól tanulni a gyerekek, és nem azzal, hogy csináljunk úgy, mint hogyha megoldottuk, kipipáltuk a boldogságot. Nem, és igen. Ne kerüljük meg ennek a történetnek a legkényesebb vonatkozását, amiről a NIRT is egy, szerintem a hvg.hu-ra egy publicisztikát, hogy ugye a Boldogság Óra program fővédnöke dr. Bagdi Emőke, és ön úgy fogalmaz, hogy ezek a jól fizetett szakértők egy kicsit boldogabbnak érezhetik magukat, hiszen lenyúlhattak egy jó adag forrást, amelyet az oktatás valódi megújítására kapott az ország. Ez a boldogság azonban nem tart sokáig, hamarosan újabb préda után néznek. Tehát úgy fogalmaz, hogy ez valójában inkább egy biznisz valakiknek. Igen, ez biztos egy biznisz, és általában a tankönyv az mindegy biznisz, egy hatalmas biznisz. Van. Miért nem lehet a tankönyveket ilyen könnyen? Miért kellett áttenni ide-oda? Ezek mind biznisz. Ezt azt gondolom, hogy most már nem titok, nyugodtan mindenki így kezdett. Egy-egy tananyag fejlesztése hatalmas nagy pénzek. Hatalmas nagy pénzek mentek el olyan fejlesztésekre, amik inkább ártottak. Például a 2012-es nemzeti alaptanterv. Most megint nekiállunk csinálni egy csomó pénzért. Az is jó biznisz volt. Azok a tankönyveket megírni, amik csupa hiba és csupa rossz, és nem előre mutat, hanem megy vissza, az hatalmas nagy pénzek. Mennyien járnak boldogságóra? Ugye ez úgy működik akkor, hogy ezt az iskolának kell kérnie, hogy tartsanak ott ezek a szakértők egy ilyen órát? Én igazából úgy szembesültem ezzel, hogy mentem egy iskolába, ahol előadást tartottam, és ki volt írva, hogy boldog iskola, és akkor mondom, de jó, hát ez egy tök jó dolog, boldog iskola, és akkor megkérdeztem, hogy hát hogy van ez, hogy ők boldog iskola címet nyert, és akkor így süllyedtem le, amikor hallottam, hogy ez azt jelenti, hogy a gyerekeket nem kiküldjük, hogy boldogan futkossál, hanem boldog órán megmondjuk neki, hogy sokat mozogni, az egészséges, és akkor leszel boldog, ha sokat mozogsz. Tehát ez a fals nagyon benne. Tehát, és akkor... Tehát óra helyett inkább csináljuk. Aktivizálni kellene, igen. Tehát igen. Megcsinálni azt, amivel boldogább. Pontosan, ahogy bármi mást is úgy lehet jól megtanulni, ha csinálja az ember. Tehát szorzó táblát is, hiába mondjuk, hogy na most tanul. Először azt kéne, hogy csinálgassa, és utána már benn van, hogy be tudja magolni. Az egy másik dolog lesz. Ezekre a felvetésekre bármit a Boldogság Óra kitalálói reagáltak? Nem kaptam semmilyen. Remélem, hogy én nagyon örülnék neki, hogyha kialakulna egy szakmai vita. Mert úgy gondolom, hogy nagyon sok minden úgy jön létre, hogy nincs igazi szakmai konszenzus. Mert csinálunk valami olyasmit, ami szakmai vitának tűnik, de azok, akik nem értenek egyet, azok nem kerülnek be. Na most úgy viszonylag könnyű egyetérteni, hogyha nem egyetértőket nem hívjuk meg.
Én nagyon szívesen, akár nyilvánosan csinálnék arról szakmai vitát, hogy tényleg mitől lesznek a gyerekek boldogok. Hogy az nagyon fontos, hogy például a stresszkezelést megtanulják, de még fontosabb, hogy a stresszorok elkerülését tanítsuk, vagy eleve próbáljuk meg mi felnőttek a stresszorokat, amik okozzák a stresszet, csökkenteni. Hát ez egy érdekes beszélgetés volt egyébként, meghívjuk majd Bagdiem őket. Igen. Szerintem. Köszönjük szépen. Zárszóként pedig annyit, hogy ugye a boldogsággal kapcsolatosan, ez biztosan is tudja, készülnek mindig felmérések, a finnek a legjobbak. Uh-huh. Ők a legboldogabb nemzet Európában, úgyhogy nem biztos, hogy hülyeség ez, hogy van ilyen óra. Lehet, hogy a finneknél van már Nem tűnt fel, hogy ők a bezzeg finnek az oktatásban, hogy ott az oktatás egész másképp folyik, teljesen a gyerekekhez igazolja, személyre szabottan, és ők azt mondják, hogy nem kell más, csak odafigyelni a gyerekre, a gyerek igényei szerint fejlődni fog. Köszönjük szépen! Köszönjük!